Ezzel a kis filmmel a dubás előkészítést szeretném egy kicsikét bemutatni, japán nevén Tsukuri. Járom a gyerekversenyeket, és azt veszem észre, hogy mindenki direktbe akar dobni, nincs szinte dobás előkészítés. Ezt ha valaki nagyon gyors, akkor direktbe is meg tudja dobni az ellenfelet, de többségében lassú a kicsit a társaság, ezért kell a dobás előkészítés, hogy a rejti dobást meg tudja csinálni, tehát egy kis időhöz jusson. Most megmutatom a kézzel való dobás előkészítést, a legegyszerűbb formáját próbálom megmutatni. Persze millió egyféle változat van, de ezt ki kell találni mindenkinek, meg... Jó, gyerek! A következő, ugye mutatom a befordulást, hogy befordul, nem futkok a... Itt, amikor előkészít a dobást, küzdelem közben belülsz, és hátraütöd az ellenfelet. Az ellenfél természetesen jön vissza, amikor jön vissza, akkor húzunk kézzel, és a rendőrő láb, akkor megy be. Tehát igazából egy lépést megspórolsz, és a rendőrő lábbal együtt húzol az ellenfelet. Megpróbál még egyszer megmutatni. Megnyugta az ellenfelet, és így lett pillanat. Vagy a másik oldalra, de úgy megötöd az ellenfelet, és emeljük a borgó. Tehát keresztlépés. A következő, amit nagyon szerettem alkalmazni, küzdelem közben, amikor az ellenfél nyúl felé, megfogom a kezét, és határoltan elnyomom oldalra. Még egyszer, tehát nyúl felé, megnyomom, ez a lába ide kerül. Tehát a lábbal előre lép valószínű, és ezt fogjuk kis külső horoggal kisöpörni. Természetesen nem mindig sikerül, a pillanat nem sikerül a dobás, hiába nyom, akkor most egy nem csak kézzel lehet előkészíteni a dobást, hanem testcsellel is. Az egyik kedvencem, amikor megvolt a fogásom, határozott, gyors mozdulattal fejeztem az ellenfelet. Egy jó judós erre biztos, hogy reagál, úgyhogy kilép belőle. Tehát megmutatom partner nélkül, tehát határozott, gyors mozdulattal, nem eszem ágába sincs dobni, csak bejesztettem. Ezzel le tudtam mérni az ellenfélt, milyen gyors, hogy tud reagálni erre. Innen nagyon-nagyon egyszerű egy kis belső horgot megcsinálni. Amikor határon mondhatta, belép meg, kilép az ellenfél, mondta kis belső horog. Most egy kicsit lassan csináltam. Lényegében majdnem 100%, hogy az ellenfél ki fog lépni. Tehát amikor beléptem határozottan, már egyből indíthatom a kis belső horgot, mert biztos, hogy ki fog lépni az ellenfél belőle. Még egyszer talán. Határozottan a kis belső horog. Tehát ugyanezzel a beijesztéssel nem csak kis belső horgot lehet, hanem testdobást is. Amikor határozottan beijesztett az ellenfelet, kilép, innen lehet egy kis csípő dobás. Csak természetesen gyorsnak kell lenni. A másik testcsellel, oda mész az ellenfélhez, megfogod határozottan, és nem dobsz, csak egyszerűen beijesztett az ellenfelet. Az ellenfél kilép, innen visszahúzod a másik oldalon. Itt is természetesen, ha nem sikerül el a visszavágás, megakad, akkor még egyszer nem szabad megállni, hanem megcsinálom, nem megy el, meghúzom el, és betetem megint. Tehát lehet számtalan variációt csinálni, tehát valami nem sikerül, nem kell megállni, hanem megcsinálni a következő technikát. Nem csak kézzel, testcsellel lehet megcsinálni, hanem lábbal is meg lehet csinálni a dobás előkészítést. Itt elmondanám, hogy ez már hasonlít a kombinációhoz, de ugyanazt, tehát egy másik dobással előkészíted a
fődobásodat, tehát a kombináció meg a dobásodőkészítés, ez eléggé közel van egymáshoz. Most egy nagy belső horog után egy deasibarait szeretnék bemutatni. Tehát a nagy belső horog az nem indul el, csak alibiből indul el a nagy belső horog. Tehát ide jössz a nagy belső horog, csinálod a kokasöprést. Megpróbálom most lassan bemutatni, tehát amikor megcsinálod a nagy belsőt, rákészíted az ellenfetőt kilépjen. Rákészíted az ellenfetőt kilépjen, ott a következő technika. Lábdobás, tehát nem kell megállni. A következő, a harai curikombiasi, nem tudom, hogy sokan emlékeznek a dobás, amikor mész hátra, és innen ez a harai curikombiasi, ez sem sikerül mindig, de ezzel nagyon jó elő lehet készíteni egy kaszáló csípőt. Amikor lép az ellenfél megsöprő, itt megáll, innen a kezet húzom tovább, a lendülő láb megy, és innen harajvasít. Tehát egy lépésben, megcsöpnöm is, hoppam, harajvasít. Másik egy klasszikus dolog a hizaguruma, hizagurumából egy kis belső orvot. Tehát a hizagurumát, hogy megindítjuk erre, eljövünk, kitesszük a lábunkat, kilép az ellenfél, ott a kis belső horog. Tehát még egyszer, határoltan kilépünk, meghúzunk, az ellenfél ilyesmi kilépett, és ott a kis belső horog. Azon kívül a másik oldalra megpróbáljuk megcsinálni szintén hizagulvás után egy kongolyasi horajt. Tehát emelre húzunk be, idén, és onnan megy a okúriasi valami. Tehát nem csak én tudom előkészíteni a dobást, hanem az ellenfél is elő tudja nekem készíteni akaratlanul a dobást. Például egy ilyen példa, amikor az ellenfél befordul, jön vissza üresen, és én csinálok egy okúriasi barait. Megvan egy kicsit lassabban, tehát lefordul az ellenfél, kicsit kilépnek és söpröm a lábát ki. Ez egy egyszerű példa volt, de sokszor úgy lép az ellenfél, hogy előkészíti neked a dobást, tehát csak észre kell venni. Most ezeket a dolgokat mind edzésen kell gyakorolni, küzdelem közben. Küzdelem közben megpróbálsz, hogy reagál rá az ellenfél, és utána megcsinálod a saját kis technikádat. Tehát a saját technikádra meg kell csinálni egy előkészítést, és akkor könnyebben meg tudod csinálni a technikát. Köszönöm szépen, egyszer ennyi, és remélem, hogy tudok segíteni a gyerekeknek a dobás előkészítésben ez a kis film. Köszönöm szépen!